Karcagváros önkormányzatának képviselő testülete megtartotta súros ülését, ahol díjazottak köszöntésére is sor került. Az ülés elején egy perces néma felállással tisztelgett a képviselő testület a június 13-án életének 63. évében elhunyt Dobos László Karcagváros polgármesterének emléke előtt. A testületi ülés elején Gyurcsák János alpolgármester a Karcagvárosi Önkormányzat nevében köszöntötte Ábrahám Istvánnét, a Magyar Vöröskereszt karcagi területi szervezetének önkéntesét, aki a polgári védelem területén végzett kimagasló munkájáért Jász-Nagykun-Szolnok megye polgárvédelméért díjban részesült. Köszöntötte továbbá Sebők Ildikót, a Kátai Gábor kórház asszisztensét, aki a megyeházán a Magyar Ápolók Napja alkalmából rendezett ünnepségen a Magyar Ápolási Egyesület megyei ezüstdíját vehette át. Gratulált Sóti Gábor tűzoltó ezredesnek, a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjének, aki a rendvédelmi területen végzett kiemelkedő teljesítményéért Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendészeti és közbiztonsági díjban részesült. A napirend előtti hozzászólásokat a kiküldött napirendi pontok megtárgyalása követte. A képviselő testület elsőként tárgyalta és egyhangulag elfogadta a település közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. Az ülésen jelen volt Szitár Ferenc rendőrezredes, megbízott megyei rendőrfőkapitány, valamint dr. Karsai Lajos alezredes, kapitányságvezető. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy mint minden évben most is a testület elé került a település elmúlt évi közrendjének, közbiztonságának helyzete. Szólt arról is, hogy a napokban fogadta el az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság a beszámolót, ahol a kapitány részletes tájékoztatóval élt a témát illetően. A képviselő felidézte a kapitány korábbi nyilatkozatát, amely rámutatott arra, milyen pontosan és precízen vezetett kapitányság élére került, amelyet a későbbiekben is hasonlóképpen szeretne működtetni. A képviselő a továbbiakban kiemelte a legfőbb feladatok ellátását, mint például a közlekedésbiztonsági helyzet és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását, fenntartását. Megköszönte a kapitány munkáját, majd a továbbiakban is eredményes évet kívánt. Andrássy András hozzászólásában elmondta, hogy korrekt és szakszerű intézkedések tapasztalhatók a helyi rendőrség részéről. Elégedettségét fejezte ki a kapitány munkáját illetően, és a továbbiakban is sok sikert kívánt feladatainak ellátásához. A testület egyhangulag fogadta el a Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót is. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában megköszönte a szervezeti rendszerek helytállását az esőzések ideje alatt. A képviselő igényesen, eredményesen összeállított munkának értékelte a beszámolót, amelyet az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság elfogadott. Andrássy András elmondta, hogy megbecsülésre méltó munkát végeznek a tűzoltók, amiért köszönet jár és a továbbiakhoz is sok sikert kívánt. Ezt követően került sor az Akácliget fürdő szezonnyitó felkészüléséről, a várható feladatokról szóló tájékoztatóra. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, olyan közösségi tere a városnak a fürdő, amelyre mindenkor szükség van. Megköszönte a dolgozók munkáját, és a továbbiakban is eredményes hónapokat kívánt nekik. A képviselők egyhangulag elfogadták a tájékoztatót a város kül- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a további feladatokról. Gyurcsák János alpolgármester hozzászólásában említést tett arról, hogy milyen intézkedéseket javasol ezen a területen a továbbiakban, és megköszönte a városgondnokság és a tűzoltóság munkáját, amelyet az elmúlt időszakban végeztek egy-egy nagyobb esőzés alkalmával. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában területi képviselőként javaslattal élt az árokrekonstrukció témáját illetően. A nyár a Déli Báb utcák, illetőleg az Arany János és a Széchenyi Sugár út közti részek
amelyek a legveszélyeztetettebbek területek közé tartoztak a felhőszakadás során, komoly bajba kerültek a lezúduló csapadék mennyisége miatt. Ezért kérte az említett területekkel kiegészíteni az árokrekonstrukciót. Gyurcsak János alpolgármester válaszában elmondta, hogy az ügyben döntésre a rendkívüli testületi ülés keretei között kerül majd sor. A testület elfogadta a Karcagvárosi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletet, valamint a Karcagvárosi Önkormányzat 2019. évi maradványának felhasználásáról szóló rendeletet. A képviselőtestület egyhangulag megszavazta a javaslatot a Karcagvárosi Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására is. Karcagi Nagy Zoltán bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy a pénzügyi, fejlesztési és mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és elfogadta a javaslatot, amely tartalmazza a központi költségvetésből lebontott támogatások, hozzájárulások változásait, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket, a költségvetési szervek irányító szervi támogatásának változásait, a koronavírus miatti veszélyhelyzetben elrendelt intézkedéseket, valamint a 2019. évi költségvetési maradvány beépítését. Egyhangulag elfogadták a képviselők a javaslat a közterület rendeltetésétől eltérő használatról szóló 3/2019.2.01 önkormányzati rendelet módosítását, emellett egyhangulag támogatták a Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete által alapított alapítványok, illetve közalapítványok tevékenységéről készült tájékoztatót. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az Idegenforgalmi Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság megtárgyalta és elfogadta a tájékoztatót. A képviselő mind a 6 alapítvány munkáját elismerte, és köszönetét fejezte ki munkájukat illetően. Támogatták a képviselők a Madarász Imre Egyesített Óvoda Nemzeti Tehetségprogram, a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása, NTP-OTKP-20 című pályázaton való részvételét. Megszavazták az 507/2 és 507/3 házrész volt titász tampája haszonbérbe adásáról szóló határozat módosítását is. Elfogadták a Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása című pályázaton való részvételre benyújtott javaslatot. A testület elfogadta a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítására kiírt pályázaton való részvételre összeállított javaslatot. A napirend a hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek, lehetőségeinek javítását célozza meg. A képviselőtestület egyhangulag megszavazta a nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon című pályázat benyújtására tett javaslatot. Elfogadták a leromlott városi területek rehabilitációjának megvalósítására kiírt pályázaton való részvételről szóló előterjesztést. Ezt követően megszavazták a javaslat új közösségi helyszín kialakításának megvalósítására kiírt pályázaton való részvételre című napirendi pontot. A képviselők elfogadták az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó nevelési és oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása érdekében kötendő ellátási szerződésekről szóló korábbi határozat módosítását. A további napirendi pontok megtárgyalása zárt körben zajlott. A zárt ülést a pótnapirendi pont megtárgyalása követte, amely a belterületi utak felújítására vonatkozó, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2020 évben kiírt pályázaton való részvételre vonatkozott. A testület a határozatot egyhangulag elfogadta.